Oké, folytassuk nagyjából ott, ahol abba hagytuk, a baromi jó elektromos bringák bemutatásánál. Nézzük, milyen gépek vannak még. Íme a Scott E-Genius, ami a Scott világmárkának az elektromos ösztelós enduro csúcsmodellje. Ugyan látszik, hogy az alsó csőbe van integrálva az 500 wattórás akkumulátor, ez a bringa kinézetén, összképén egyáltalán nem ront semmit. Nyilván a dizájnereknek nagy szerepe volt abban, hogy eltüntessék a vaskosabb alsó csövet a többi csőhöz viszonyítva, de ez azt hiszem egész jól sikerült nekik. Steps E8000-es elektromos hajtásrendszerrel van felszerelve. Ennek a Scottnak a sima motor nélküli enduro verzióját próbáltam már, egyike a világ legjobb ösztelós enduro gépeinek. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a bringa hogy viszonyul ahhoz képest, mind irányíthatóságban, mind kezelhetőségben, mind kanyar tulajdonságokban. Elől-hátul Fox rugózást találunk, hátul egy speciális rugós taggal, amit kifejezetten a Scottnak fejlesztettek ki, elől pedig már a jól ismert Fox 30-at dolgozik. Nem aprózták el az alsó védelmet sem, hiszen ezt a bringát jellemzően kemény terepen használjuk, ahol a kövektől kaphatja az ívet, ezért itt egy ilyen megerősített alsó részt alkalmaztak, szerintem simán bírni fogja a kiképzést. A kormányon nem véletlenül találunk ennyi kezelőszervet, hiszen innen vezéreljük az első villa lokautját, illetve a hátul található teleszkópos nyerekcső emelését, döntését is, és természetesen az elektromos DI2 váltórendszer is itt kapott helyet. Oké, a bringa nagyjából 2 400 000 forintba kerül, de ha megnézzük a hasonlóan felszerelt gépeket, akkor azok is ugyanilyen árszínvonalat képviselnek. A Trek egészen későn lépett be az elektromos bringa bizniszbe, de a Specializedhez hasonlóan arra törekedtek, hogy ha kijönnek valamivel, akkor az lehetőleg ütős legyen és nagyobbat szóljon, mint a nevezzük úgy tucat e-bike-ok. A Powerfly szériába az ösztelós bringák tartoznak, az F-esek a rövidebb rugóutasok, ilyen 130 mm körüli rugóúttal, az LT pedig a hosszú rugóutas, nevezzük enduro kerékpárnak őket. Ebben a gépben is találunk tök érdekes dolgokat, ilyen például a kivehető akkumulátor, hiszen a vázba integrált akuknál elég nagy problémát jelent az, hogyha mondjuk nem tudod ott tölteni a bringát, ahol tárolod, vagy nem tudod fölvinni a lakásba, akkor valahogy célszerű kivenni belőle az aksit, hiszen azt külön is tudod tölteni, de a legtöbb bringánál, az integrált akus gépeknél baromi nehéz kivenni az akkumulátort a vázból. Itt ezt megoldották egész egyszerűen, tényleg egy mozdulattal ki lehet venni belőle az akut. Bosch Performance Line CX motor van benne, tehát teljesítmény lesz bőven. Hátul a támvillában van egy kis megfordítható alátét, aminek a segítségével a fejcsőszöget lehet változtatni. Ez nyilván azoknak a bringásoknak lesz segítség, akik pontosan tudják, hogy milyen geometriával szeretnek bringázni, de innen is látszik a gyártónak a komolysága, hogy ezt lehetővé teszi nekik. Egy patent letisztult bringa, amin már nem látszik annyira messziről, hogy e-bike lenne. Persze nyilván észreveszed rajta, de nincsen ormótlan alsóvázcső, nincsenek extrém megoldások. Látszik, hogy nem ma kezdték a kerékpárgyártást. Vannak bringák, amikről nehéz bármit is mondani. Azt is mondhatjuk, hogy a Specialized Turbo Levo volt az első olyan ösztelós elektromos bringa, ami úgy viselkedett egy lejtőn lefelé, minthogyha egy motor nélküli bringával mentél volna. Nyilván érezhető volt, hogy a súlya egy picit nehezebb, mint a hagyományos ösztelós stumpjumpernek vagy endurónak, de egyszerűen a kezelhetősége az leírhatatlanul jó volt. Ez a bringa pedig nem véletlenül néz ki ilyen jól, ez nem csak a dizájnereknek köszönhető, hanem ez nem másé, mint Pósa Peté, a Specialized márka nagykövetéje ez a bringa, aki többszörös magyar downhill bajnok, most pedig enduróban próbálgatja a szárnyait, méghozzá egészen sikeresen. Sajnos Petit nem tudtam mikrofon végre kapni, hogy meséljen egy kicsit a bringáról, hogy miben másabb, mint az eddigi bicikliei, viszont az egy nagyon érdekes szempont, hogy gyakorlatilag nevezzük profi versenyzőnek, hogy egy profi versenyző választ magának egy elektromos ösztelós gépet is. A Facebook oldaláról annyi azért kiderült, hogy azért kellett neki egy ilyen elektromos ösztelós gép is, mert ő is egy dolgozó ember, nyilván ma már nem főállásban versenyzik, ezért valamikor csak egy órája van kimenni edzeni, és azt az egy órát maximálisan ki tudja tölteni egy ilyen elektromos bringával. Nem az van, hogy szenvedni kell föl a hegy tetejére órán keresztül, aztán hogy 10 percig jöjjön lefelé.
a Specialized önmagában is elég ilyen state of the art gyártó, tehát bármilyen kategóriába fognak bele, abból mindig olyan gép sül ki, hogy egyszerűen nem tudsz nagyon ellenfeleket felhozni mellette, és ez sajnos a Turbo Levóval is így van. Igen, igen, lehet, hogy elfogult vagyok a bringával kapcsolatban, mentem már ilyen géppel, egyszerűen iszonyatosan jó, ezt mindenkinek ki kell próbálnia egyszer. Itt is karbonvázat használnak, hiszen nem árt azért, hogyha a bringa könnyű is. Úgy volt, hogy erre a pedelek parádéra kint lesz az Ashworks verzió, ami a csúcsok csúcsa ebből a bringából. A sajnos nem érkezett meg, de azt hiszem nem panaszkodunk azzal sem, hogyha ezzel kell beérnünk. A speci turbo levót egy browser rendszer hajtja, az akkumulátor pedig a vázban van elhelyezve. És itt is annyit csináltak, hogy van egy gomba felső csövön, ezzel tudod az üzemmódokat váltogatni, de igazából a hozzá kapcsolt mobiltelefonod applikációján keresztül tudsz meg minden információt a rendszerről, és azon keresztül tudod személyre szabni is. És hogy miért szeretem ennyire a Specialized termékeit? Többek között ezért. Itt a kormánynál, a kormányszárnál elfordítasz egy kis fedelet, és kiugrik belőle egy imbusz kulcskészlet. Hiszen bringázás közben mindig kell, hogy legyen nálad egy imbusz kulcskészlet, de ki az, aki arra mérnöki órák tizeit, százait áldozza, hogy ezt kitalálja így integrálva? Hát ők. Szóval végszóként annyit tudok mondani, hogy ha tehetitek, gyertek el ide Ákoshoz, vagy bármelyik speci kereskedőhöz, és ha van neki a tesztflottájában ilyen bringa, próbáljátok ki, mert egy olyan élménnyel lesztek gazdagabbak, amit nehéz lenne így szavakkal elmondani. Igen, jól látod, ez egy elektromos rásegítéssel ellátott országúti kerékpár. Egyre nagyobb divat, hogy országúti kerékpárba építenek be elektromos hajtást, hiszen nem szeretne mindenki terepen bringázni, nem szeretne mindenki csomagtartós trekking biciklivel menni. Sokan keresik a könnyed száguldozásnak az élményét, akár hegyre fölfelé is, de nyilván nem mindenki képes rá, hogy erőnlétileg ezt teljesítse. Egy országúti kerékpárnál nagyon lényeges, hogy könnyű legyen, éppen ezért ennek az EGRI-nek a váza karbonból készült, abban rejtették el az akkumulátort is. Így lett a súlya 14 kg, ami a normál országúti bringák között nem lenne kevés, hiszen azok 6-7-8 kilósak, viszont az e-bike-ok között ez kifejezetten jó eredménynek mondható. Az akkumulátor szépen el van rejtve az alsó csőbe, bár nyilván vastagságából adódóan látszik, hogy van benne valami és nem egy hagyományos országúti. Könnyű országútit nem egyszerű építeni, éppen ezért ebbe a Fazua motor került bele, aminek érdekessége, hogy az akkumulátor és a meghajtó motor egybe van építve, így a középrésznél már csak a kihajtás van, tehát ha kiveszed belőle ezt a motor és akkumulátor egységet, és visszarakod a fedőburkolatot, akkor igazából kapsz egy átlagosnál picit nehezebb, de hagyományosan tekerhető országúti kerékpárt, tehát azt is mondhatjuk, hogy ilyen kettő az egyben bringa. Miért jó ez az egész? Nem biztos, hogy valaki minden nap elektromos kerékpárral szeretne menni, részt akar mondjuk venni hétvégén egy tókerülő rendezvényen, egy túrán vagy egyebeken, ahol nem szeretné az elektromos hajtást használni, sőt ugye versenyeken, amatőr rendezvényeken ez tiltott is, tehát ilyenkor kiveszi belőle ezt az egész elektromos hajtást, és normál országúti kerékpárként tudja használni a gépet. Ma már a hagyományos országúti bringáknál is teljesen természetesnek mondható, hogy tárcsafékkel vannak szerelve, egy nehezebb súlyú elektromos gépnél pedig egyszerűen kötelező, hogy ilyen legyen rajta. Az egész bringa letisztult, a dizájnerek mindent jól eltaláltak, de ezen a kijelzőn még egy picit dolgozhattak volna, nem mondhatnánk, hogy egy túlzottan szépre sikerült darab. Ha úgy gondolod, hogy láttál már valami hasonlót, akkor nem te gondolod rosszul. Valóban ez is egy Fazua motoros bringa. Az elektromos országút itt nagy részét ezzel a Fazuával szerelik, hiszen aránylag kompakt méretű, elfér az alsó csőben, és ahogy már mondtam, ha kiveszed alulról a komplett motort meg akut tartalmazó hajtást, akkor utána a hajtómű szinte ellenállás nélkül forgatható, tehát mint egy normál országútival tudsz közlekedni. Oké, nyilván a németek meg az osztrákok, hiszen a KTM is osztrák, szeretik a sötét, konzervatív színeket, de szerintem a dizájnerek itt azért ezzel a narancs csíkkal baromira eltalálták, hogy ne legyen ilyen láthatatlan a bringa, hanem mégis legyen benne valami dizájnelem. És akárki akármit mond, egy elektromos bringának is jól kell kinéznie, és emellett egy elektromos országútinak meg főleg jól kell kinéznie, hiszen az egy teljesen más műfaj. Gondolom könnyű volt kitalálni, hogy a KTM Makina Mezzo váza is karbonból készült, mi másból lehetne ilyen könnyű dolgot csinálni, és ők az alkatrészeknél sem viccelték el a dolgot, DT Swiss Aero kerekek, Ultegra DI2 váltórendszer, tehát minden megvan rajta, ami egy komoly országútin rajta tud lenni, annyi különbséggel, hogy ebben még belecsempésztek egy kis rásegítést is. Nyilván ugyanez a boomslick kijelző van ezen a bringán is, mint amit a Cube-on láttunk, hát ezzel egyelőre nem tud a szemem megbékélni, de ez legyen a legnagyobb bajunk. Persze, ha választanom kellene, hogy ezt, a Cube országúti modelljét, vagy a Bianchinak az elektromos országútiát vinném haza,
akkor erősen nehéz lenne a kérdés, ugyanis a Bianchi nekem egy kicsit túl feltűnő, ez a KTM egy kicsit túl fekete, a Cube meg egy kicsit túl fehér. Az viszont örvendetes, hogy már Magyarországon is tudsz válogatni az elektromos országútik közül, így hogyha újra 25-tel szeretnél felmenni dobogókőre, mint fénykorodba, akkor semmi sem tart vissza, maximum a pénztárcád. Azt hiszem sikerült bemutatnom az összes olyan bringát, ami érdekes lehet az idei évre vonatkozóan, majd itt alul a videó alatt meglátjátok a bringáknak a linkjeit, hogyha bővenben érdekeltiteket, hogy melyik modellről beszéltem, és hát nézzük, mi várható még a nyáron, folyt köv.